Az országgyűlés még 2020-ban döntött arról, hogy Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója alkalmából Petőfi emlékévé nyilvánítja a 2022-23-as évet. Az emlékév egyik különlegessége a most debütált előadás a KMO-ban, amely Petőfi komikus eposza, a Helység Kalapácsa című mű feldolgozása. Mi nagyon sokszor jártunk már itt, és ez az a közeg, ami egy premierre a legjobb és a legalkalmasabb. De félre a tréfával, bárhol, ahol eljátsszuk majd, én nagyon remélem, hogy a kispestihez hasonlóan ugyanan örömmel várnak minket, mint amilyen örömmel jöttünk ide. 200 éve született Petőfi, ennek kapcsán mi is szeretnénk ünnepelni a kispesti nézőkkel együtt, és mindazokkal, akik kíváncsiak arra az érettségitételre, amelyet annak idején mindenki várva várt, hogy bár csak a Petőfit húznánk ki, mert az volt tulajdonképpen az érettségítételek között az egyik legkedvesebb. Azért, mert Petőfi Sándort Magyarországon mindenki szereti. Nem kell őről mesélni, hogy ki volt, miért fontos ő nekünk, nem csak március 15-e kapcsán, hanem azért, mert rengeteg olyan verset írt, amely a szívünkhöz közel áll, ami magyarságunkat jelképezi. És igen, hogyha valakire 200 év után is emlékeznek, az arcképét ismerik, kívülről fújják a verseit, akkor igen, egy magyar színésznek, vagy egy magyar társulatnak, igenis, kötelessége és feladata, hogy fejet hajtson, hogy visszaemlékezzen rá, és hogy azt az örökséget, amit itt hagyott számunkra Petőfi Sándor, azt mi tovább vigyük. 200 év sok idő. Nekünk az volt most a feladatunk színészeknek, hogy egy kicsit leporoljuk a 200 év porát. Játékunkkal, a saját stílusunkkal, és azzal a zenével, amelyel egy kicsit megspékeltük. Lehet, hogy szentségtörésnek venné bárki, hogy merészelünk mi beleírni bármit is Petőfinek a sorai közé. Hát igenis merészeltünk. Azért, mert az ő fiatal lánglelke, és a mi fiatalságunk, vagy az a lánglelkünk, ami nekünk van, igenis ez közös. Ez a mi múltunk része. A mi hétköznapjaink része. Az érettségi tételeink között ott van. És ott van a falu végén Kurta kocsma, és hirtelen megelevenedik majd itt ez a kocsmai hangulat. Egy kicsit visszatekinthetünk, hogy mi mai magyar színészek, vándorszínészek, hogyan is képzelhetjük el egy színpadon azt, hogy milyen a szemérmetes Erzsók, milyen a széles tenyerű feje nagy, a haranglába Kántor, és mindazok, akiket annak idején Petőfi 200 évvel ezelőtt megírt nekünk. Kik testesítik meg ezeket a szereplőket a színpadon? Nagyszerű magyar kollégáim, magyar színészek. Hát szemérmetes Erzsókot Teremi Trixi alakítja, aki egy közismert szubrett primadonna, aki az operett világában igazán otthon van, és neki ez egy kirándulás most. Hagen Imre, ő a fejenagyot játssza, a széles tenyerű fejenagyot. Suhajda Dániát, akit nagyon sokan ismeretnek a televízióból, egy bizonyos televíziós sorozatból, itt mint Kántor lép elő, és hát sok olyan fiatal játszik most, akiknek lehet, hogy a nevét még nem ismeri a közönség, de biztos vagyok benne, hogy meg fogják ismerni. A Gergely Teáter legújabb bemutatóján a vásári komédiák stílusával felruházva jelenítik meg az 1844-ben íródott Petőfi költeményt. A betétdalokat Szolnoki Péter, Duba Gábor programzenéje fűszerezi. Gergely Robi barátom évelején egyszer csak felhívott, sőt már szerintem decemberben, hogy számítsak arra, hogy fel fog kérni engem egy zenés darab megírására. És amikor kiderült, hogy ez tényleg megvalósulhat, akkor árulta el, hogy ez Petőfi Sándor a Helység Kalapácsa című elbeszélő költeménye lesz, az áldozat. És akkor, amikor én újra felelevenítettem ezt a bizonyos művet, mert azért be kell, hogy valljam, gyerekkorom óta én már nem nagyon emlékeztem rá, akkor jöttem rá, hogy ebben nincsenek konzekvens ritmusok, prozódia, és nincs benne rím. Mondom, hogy fogom én ezt megzenésíteni? Hát úgy azt találtuk ki, hogy bizonyos szövegrészeket kiemeltünk a darabból. Ez Duba Gábor drága szövegíró barátom vicces verseivel behelyettesítettük, és ezeket a vicces verseket zenésítettem meg. Úgyhogy most már nagyon izgatottan várjuk, hogy mi lett az egészből. Mindenki óckodik olyan klasszikus művekhez nyúlni, talán biztos a kritikai élét
próbálják elvenni, nem tudom. De mi pontosan azért is választottuk ezt a darabot, mert ez eleve egy viccesebb, ez egy kedves, vicces mű. És megpróbáltuk a mai nyelvre lefordítani ezáltal, hogy bizonyos dalokat készítettünk hozzá, hogy ne csak a felnőttek számára legyen élvezetes, hanem egy kicsit virágnyelven a gyerekek is jobban be tudják fogadni a történetet. Ahogy a társulat is hirdeti, elbeszélő költemény tele furfanggal, leleménnyel és szépséggel, kicsiknek és nagyoknak, a dicső magyar nemzetnek. Milyen tisztelt publikum, nagy értelmű közönség! Van szerencsém bejelenteni, hogy itt és most bemutatásra kerül Petőfi Sándor a Helység Kalapácsa című remek művet!